Jól szerepeltek az alaegerszegi lövészek a Fehérúti Nemzeti Lőtéren, mely a 25 és 50 méteres sportlövő országos bajnokságnak adott otthont. A 25 méter központi gyújtású pisztolyosoknál zalai érmet hozott az egyéni verseny, ugyanis Szabó Béla a PLS Zalaegerszeg rutinos versenyzője bronzérmet szerzett ebben a számban. Csapatban az ZTSK színeiben Pintér Ernő Tibor, Német Ferenc és Marton Péter bizonyult a legjobbnak. Ők országos bajnoki címmel zártak. A junioroknál az ETSK fiataljai is jeleskedtek. Az 50 méter puska versenyszámban Varga Botond, Szabó Marcel, Kámán Bálint együttese ezüstérmes lett, majd ugyanők ugyanebben az összeállításban a három testhelyzetű 50 méteres számban elnyerték az országos bajnoki címet.